Azt láttam, hogy a Csokai főorvos úr fog egy felvételt, fölteszi egy ilyen monitorra, és elkezdi nézni, és beszettül rágja a szemüvegének a szárát, és nagyon gondolkodik. És én nem értek ezekhez a felvételekhez, de láttam, hogy valami furcsa. Mint hogyha két fej lenne egymás mellett. És hátrafordulok a kamerával, kinyílik az ajtó, és akkor sétált be édesanyjával és édesapjával a fejüknél összenőtt szijámi ikerpár. Ő Fuchs Richard, a magyar orvoscsapat által szétválasztott bangladesi szijámi ikerpár műtét sorozatának kizárólagos filmese. Az egész életemben én kerestem azokat az embereket, akiket példaként lehet állítani az emberek elé. Akik egyszerűen úgy élik az életüket, olyan gondolkodásuk van, és olyan tevékenységet végeznek, amivel segítenek másokat. És nekem ez a motivációm, hogy megmutassam azt, hogy igenis vannak olyan emberek Magyarországon, akik itt hagyják az itthoni kényelmüket, és elmennek egy harmadik világbeli országba, és rettentő, borzasztó körülmények között próbálnak segíteni azokon, akiken, lássuk be, mások nem nagyon segítenek. A Cselekvés a Kiszolgáltatottakért alapítványt dr. Pataki Gergely indította útjára, és immáron 10. éve járnak Bangladesbe plasztikai és helyreállító sebészeti munkálatokra. Ennek a missziónak a keretében indult el az Operation Freedom névre keresztelt műtétsorozat, ami során hosszas előkészítési munkálatokkal tavaly augusztusban szétválasztották a fejüknél összenőtt ikreket. Magyarországon azért mindenre megvan a magyar egészségügynek a megoldása, itt nem vesznek el ilyen rendellenességgel született gyerekek ott ebben a hatalmas országban, viszont még relatív fejletlen volt 10 évvel ezelőtt az orvostudománynak ez a része, és különösen sokat tudtunk segíteni. Ricsi munkájának hála mi, nézők is betekintést kaphatunk a missziós munka kulisszáiba. Az a tapasztalat, hogy amikor pótoljuk a koponyát, az neurológiailag valami kicsi javulást hoz. Csokai doktor és Valálik doktor végzik el hamarosan azt a beavatkozást Rukaján, amely hosszú időre a kislány utolsó műtétje lesz. Én a háttérben vagyok, én ott vagyok, tehát már megszokták azt, hogy mindig ott vagyok, de hogyha az ember megadja a tiszteletet és kérdez, akkor olyan módon részesévé tud válni ennek a csapatnak, hogy ez nem kihívás, hanem ez egy természetes közeggé válik. Oly mértékben integrálódott a csapatba, hogyha például valamire szükség van a nem steril fóliákból, vagy a steril részből, ezt be tudja adni műtét közben, miközben egyik kezével a kamerát fogja. Eldőlt, hogy melyiket rakjátok be? Még nem. Még nem. Mert az a minta, amit kisterilizáltunk, az valahogy kicsi lett. Ez egy csontszement, egy antibiotikummal átitatott csontszement, és összekevertük, két komponens van, 8 perc alatt szilánkul meg, és abban a mintába öntöttük bele, amit egy ilyen 3D tervezéssel készített nekünk ezek a Varinexesek, a Falgyuriék, és utána pedig a Debreceni Egyetemnek van egy speciális biomechanikai laborja, a Csernátonyi Prof hozta létre, és ott csinálják ezeket szintén 3D tervezéssel, ezeket a negatív formákat, amiben beleöntöttük a folyékony cementet, láttátok, és most ott megszilárdul ez a csontcement, és remélhetőleg, amikor levesszük, illeszkedni fog a koponyára, mert azért tudunk próbálja, hogyha megeszik. A csapat vallja, hogy a műtét világszintű sikerét, a szakemberek példátlan összefogásának, valamint a hit és a tudományos eredmények összhangjának köszönhetik. Itt legalább volt 5 olyan újítás, amit azért tettünk bele ebbe a műtét sorozatba, magában a műtétbe, hogy nagyobb sikerrel járjunk. Ezt majd a későbbi hasonló fejlődési rendellenességekkel született gyerekek műtéteibe külföldön tevékenykedő kollégák is tudnak majd használni. És nem sok olyan műtét történt, amelyben egy ilyen technológia transfer jön létre, a magyar csapat egy komoly technológiát tudott Bangladesbe exportálni, úgymond, és ezáltal a helyi kollégák nagyon sokat tudtak tanulni. A lányok műtét sorozata még évekig eltart. A csapat 2 hét múlva újra útnak indul, hogy további plasztikai beavatkozásokat végezzenek a gyerekeken.